Befejeződött a Huszár téri Sólyan Miklós görögkatolikus általános iskola energetikai korszerűsítése Nyíregyházán. A munkálatok körülbelül fél évet vettek igénybe, így azok nagy része a nyári szünetre esett. A beruházás eredményeként jelentősen csökkenhetnek az intézmény energiafelhasználási költségei. Többek között szigetelték az épületet, kicserélték a nyílászárókat és korszerűsítették a fűtésrendszert. Vince Sándor, az intézmény vezetője hozzátette, az iskolában jelenleg 104 gyermek tanul, a diákok 98%-a hátrányos, 50%-a pedig halmozottan hátrányos helyzetű. Fontos irány a szociális hátrányoknak az enyhítése, tehát segítséget nyújt a fenntartónk is, és az iskola és a gyermekek napi háromszori étkeztetésében, tehát mindenki térítésmentesen vehet igénybe az étkeztetést. A nyári szünetben és a tanítási szünetekben pedig a város oldja meg a rászoruló gyerekeknek az étkeztetését. Van egy Caritas pont, ami ugyan nem az iskolához tartozik, de a görögkatolikus egyház, a Nyíregyházi Egyházmegye működteti. Velük való kapcsolataink révén arra rászoruló gyerekeknek akár ruházatban, felszerelésben és hát minden más egyébben tudunk segíteni. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere az eseményen kiemelte, a város számára fontos, hogy a társadalmilag elmaradott rétegek is jó körülmények között megfelelő oktatási színvonalon tanulhassanak, ezzel is elősegítve azt, hogy ezekből a tanulókból végül szakképzett, dolgozó emberek váljanak. Itt ráadásul a Huszártelepen működő görögkatolikus iskola különösen egyedi, nehéz helyzetben van, hiszen itt a gyerekek többsége az hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, és én nagyon örülök annak, hogy a most már 9 év eltelt mögöttünk van, amit a görögkatolikus egyházzal együttműködve végeztünk, amikor a fenntartásokba adtuk az iskolát, és aztán az óvodát is. Nagyon fontos, hogy ez a tevékenység, amit itt végeznek, ez az iskola falain kívül is hat, itt a Huszártelepen élők számára. Ami az oktatási intézményeket illeti, a Sólyan Miklós görögkatolikus általános iskola mellett 2019-ben további 2, az Évisz és a Bem József általános iskola újult meg energetikailag.